Kedves testvéreim, tisztelt gyülekezet, jelenlévők, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely szólni kíván ez esteli órába hozzánk, az Új Szövetségből János evangéliuma harmadik részének 1-től 17-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzátok Istennek igéje, a János evangéliuma harmadik részének 1-től 17-ig terjedő verseiből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel, alázatos lélekkel, az ige hosszúságára való tekintettel, helyeiteket elfoglalva. Valapedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. És jöve Jézushoz éjjel, és mondanéké, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanultól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van velem. Felel Jézus, és mondanéké, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén, vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus. Bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöj és hová megy, így van mindenki, aki a lélektől született. Felele Nikodémus, és mondanéki, mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondanéki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok majd néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Eddig tartott a felolvasott igerész. Kedves testvéreim, tisztelt és szeretett közösség, szeretném akár a magam nevében, akár a református gyülekezet közösségének nevében megköszönni azt az alkalmat, ahová meghívtatok ide, a ti hajlékotokban. Nagy tiszteletű király Tibor lelkipásztor úrnak, aki felhívott, aki meghívott, és aki lehetővé tette, hogy így szolgálhassak Isten igéjével. Bevallom, sokat gondolkodtam, hogy milyen igét válasszak. Mi az, ami mindenki számára érthető? Mi az, ami mindenki számára emészthető? Mi az, ami mindenki szívét megragadhatja? Nyilvánvaló talán emberi gondolatok voltak ezek, hiszen nagyon sok esetben mi akarunk választani, mi akarunk ígét keresni, de hiszem, hogy a Szentlélek ereje vezetett el oda engem, hogy ezt az ígét nyissam ki, és erről az ígéről szolgáljak. Mielőtt elkezdeném az ígét magyarázni, engedjétek meg, hogy egy olyan történetet mondjak el, amely akár az iga hirdetés bevezető ajtaja is lehet.
egy iskola igazgató Amerikában, és híres teológiai professzor ment az utcán karácsony tájékán. Aztán az egyik sarkon megállt, mert megszólították, az üdvhadseregnek akartak adományokat gyűjteni, és a hölgy megkérte, hogyha lehet adományozzon, és azzal szólította le a teológiai professzort, hogy megkérdezte, Uram, maga megmentett életű ember? Kicsoda ön? Nyilván kihúzta magát az illető, és elmondtam, én ennek a híres iskolának vagyok az igazgatója, és annak a híres teológiai intézetnek vagyok az egyik választott professzorám. És a hölgy visszakérdett, és csak annyit mondott, Uram, én nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, megmentett életű embere maga, és vajon akar-e más életeket megmenteni? Nyilván a történet azzal záródik, hogy a nagy doktor és professzor szégyenkezve nyúl a zsebébe, teszi oda a persejbe, amit be kell tegyen, és egész hazáig azon gondolkodott, hogy a nagyon egyszerű és nyilvánvaló keresztényi öntudattal való kérdésre ő nem keresztényi módon felelt. Lássuk a történetet, kedves testvéreim, Nikodémus történetét. Azért mondottam el, kedves testvéreim, ezt a beköszöntő történetet, mert talán ugyanezzel a fajta emberi gondolattal és sorssal találkozunk, akkor, amikor Nikodémusról beszélünk. Tudom, hogy számotokra, a mostani ember számára ez csak egy történet. Nikodémus csak egy főhős, a történetnek egyik szereplője, aki este, nem tudjuk miért, nem nappal, este megy el Jézus Krisztushoz, és teszi fel azokat a kérdéseket, amelyek által hitbizonyosságot akar nyerni. Az akkori időben, kedves testvéreim, tudnunk kell, hogy Nikodémus a felső 10 000-hez tartozott. Mert azzal, hogy farizeus volt, vállalta, hogy ismeri a Szentírás ószövetségi részeit. Azzal, hogy farizeus volt, és gazdag családból származott, amellett a Sanhedrinnek a tagja is volt, ami azt jelentette, hogy akár jogi, akár gazdasági, akár hitvalló kérdésekben egy olyan fajta társaságnak a tagja volt, akik mindenek fölött álltak. Mondhatnánk mai híres neveket, akik befolyásos emberek, s talán mindenki ismeri. Mondhatnám azt is, hogy talán Nikodémus a mai Bill Gates, akinek mindene megvan, akit mindenki ismer, s akit nagyon jól tudják, hogy hová kell sorolni. És ez a nagyon ismerős ember, aki hit tudásában, aki erkölcsös életében, aki abban a fajta megtiszteltetésben, amelyben él, mégis úgy érzi, hogy neki el kell mennie Jézushoz. Nem vállalja a nappalt, nem vállalja a világosságot, éjszaka akar oda menni, mert hát nem játszik tisztségével és presztízsével. De azért lelke annyira megszólítja őt, hogy akár a sötétségben, akár az éjszakában oda megy Jézushoz. Meg is fogja őt kérdezni. Előre eltervezte, hogy mit akar mondani. Az az igazság, hogy nem a pillanat gondolata szüli meg azokat a fajta mondatokat, amit ő elmond, és ami így hangzik. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Egy előre megtanult és jól kitondolt mondat, ahol tisztelettel akar közeledni Jézus Krisztus iránt, és ahol olyan mondatokat mond el, amellyel Jézus Krisztus lelki világát talán egy picit simogatni akarja, mintha a nagy ember meghajolna a másik előtt, mintha csak azt akarná érzékeltetni, Jézus, te is lehetsz nagy.
És nagyon érdekes, amit a készülés közepette egy igehirdetésben olvastam, hogy az egyik lelkipásztor kiemel egy nagyon érdekes szót. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. A tudással jön. Nem a hitével, az emberi tudásával, a bölcsességével, emberi nagyságával. És most nem kérdést akar feltenni Jézusnak, hanem meghajolva, hogy az előbb is mondottam, elmondjam, én tudom, hogy te ki vagy, én tudom, hogy te Istentől származol, én tudom, hogy te nagy dolgokat cselekedtél, és azt is tudom, hogy aki ilyen dolgokat tesz, az csak Istentől jöhet. Szinte látom, ahogy kihúzza magát Nikodémus, és valahol mosolyogva a nagy ember tudásában akarja megszólítani Jézus Krisztust. Tudom. Az az igazság, hogy nem csak Nikodémus él ezzel a fajta tudással. Mi keresztény emberek is sok esetben szoktunk úgy fordulni imádságban Istenhez, szoktunk úgy fordulni egymáshoz, akár a gyülekezetben, szoktunk úgy fordulni családjainkhoz, hogy elmondjuk, én tudom, hogy te mire vagy képes, én tudom, hogy te milyen jó vagy, én ismerlek téged, és ahelyett, hogy Jézus Krisztus azt mondaná, jól szóltál, hát ha tudod, akkor kövesd azt, Jézus megtöri ezt a fajta mondatot, és a következő versben, a harmadik versben már csak Jézus szólal meg. Bizony, mondom néked, ha valaki újonnan születik, nem láthatja meg az Isten országát. Olyan, mintha forró vizet öntenének az emberre. A kihúzott, a nagy, a magát és az önmaga bölcsességét ismerő ember, miután elmondja mondani valóját, miután megpróbálja bebizonyítani, hogy Uram, azon a szinten vagyok, hogy ismerlek téged, utána Jézus Krisztus elmondja, bizony neked mondom, neked is szükséges újonnan születni. A nagy ember ettől a pillanattól, mintha összeroskadt volna. Ha megnézitek jól, kedves testvéreim, a történetet, akár szó szerint, ennek a nagy embernek nincsenek már kijelentései. Nem beszél a hitnek hangján, csak kérdései lesznek. Jézus válik a kijelentővé, ő áll az első helyre, és ettől a pillanattól kezdve Nikodémus vagy csak hallgat, vagy csak kérdez, vagy csak érthetetlenül néz Jézus Krisztusra, és felteszi azokat a kérdéseket, amelyekre már régen nem tudja a választ. Mondhatnám azt is, hogy Jézus lehengerelte ezt az embert. Mondhatnám azt is, hogy Jézus a porig alázta ezt az embert, de nem így van. Jézus elkezdi tanítani ezt az embert. Jó lehet, úgy van a Szentírásban, és az első versekre visszatérünk, hogy egy nagy tudású ember jön el Jézus elé, de ettől a pillanattól kezdve, kedves testvéreim, az ismeretlen, az idegen, a tudás nélküli ember áll meg Jézus előtt, és ebben az összetört állapotában mégis megfitelik kész tenni azokat a kérdéseket, felmeri tenni azokat a gondolatokat, amelyeknek már nincsen igazán birtokába. Engedjétek meg, hogy jó barátként, keresztény és hívő emberként megkérdezzem tőletek, nem-e voltatok már ilyen helyzetben? Amikor azt hittétek, hogy minden rendben van, az én családom, az én hitem, az én tudásom, hát minden rendben van. És hányszor bizonyítja be az Isten a
az ige hirdetése által, a bibliai történetek által, hogy nem tudsz te semmit. Hányszor kellett leborulnom nekem is lelkipásztorként, aki igét hirdetek, aki hirdetem Isten igéinek bölcsességét és igazságát, hányszor kellett leborulnom előtte, s hányszor kellett bevallanom neki, akár egy készülődés közepette is, Uram, nem tudom. Azt hittem, hogy birtokában vagyok neki. Azt hittem, hogy tudom. És álltam úgy, mint Nikodémos, aki most meg kell hajoljon Jézus előtt. Kedves testvéreim, Jézus nem megalázni akar ebben a pillanatban bennünket, inkább csak egy másfajta tudás felé akar vezetni bennünket. És a tudálékos embert, és a hittelteli embernek akarja megmondani, még nem elég. Még tenni kell abba a pohárba, hogy csordultig legyen, még bizonyítanod kell cselekedeteid által, még meg kell mutatnod ennek a világnak, s nekem, hogy te tudod, hogy te érzed, hogy te hiszed mindazokat, amiket elmondottál. Ettől a pillanattól kezdve, kedves testvéreim, másként olvasom az isteni igét. El kell felejtenem, hogy ki volt Nikodémus. Félre kell tennem, hogy farizeus és tudós ember. Félre kell tennem azokat a dolgokat, amellyel vagy szeretettel, vagy előítélettel néztem erre az emberre. Mert ettől a pillanattól ez az ember keresi önmaga igazolását. Akkor, amikor azt kérdi, hogy hogyan születhetek újjá, amikor gyermekies módon teszi fel a kérdéseket, és Jézustól várja a választ, mintha csak azt kérdezném tőle, hát ha eddig tudtam, ki vagyok, most miért nem tudom, ki vagyok én most Jézus előtt, ki vagyok én igazán, hát nem én vagyok a zsidó főember, hát nem én vagyok a Sanhedrin tagja, hát nem én vagyok a Bibliát ismerő ember, hát nem én vagyok az, aki már megbeszéltem a többiekkel, hogy te ki vagy Jézus, és most nézd, itt állok üresen. És önmagamtól, s tőled kérdem, Uram, ki vagyok? Hogyan lehetek mássá? Hogyan születhetek újjá, mert én másként gondoltam. A megsemmisült emberi élet áll Jézus előtt, és talán magamnak is fel kell tegyem a kérdést, s nektek, kedves testvéreim, bármilyen vallásban legyünk, és bármilyen felfogással éljünk, tudjátok, hogy kik vagytok? Tudjátok, hogy valóban kihez tartoztok? Tudjátok, hogy mit vár el tőletek Jézus Krisztus? És talán most mindenki talán kiabálhatná, igen, Uram, hogy ne tudnám. De ez a történet, mintha zabolaként fogná vissza az embert, mintha behúzná a fékeket, és mintha azt mondaná, vigyázz, mit válaszolsz. Mert mielőtt bármit is mondanál, Jézus azt mondja, szükséges néked újonnan születned. A magabiztos, a tudós, a szentírás ismerő ember megváltozik. Vajon én mikor fogok igazán megváltozni? A református tudja, hogy mitől református? A baptista tudja, hogy mitől baptista? Az evangélium szerinti tudja, hogy mitől az ő vallásom, és sorolhatnám tovább, anélkül, hogy bárkit is kihagynék. És most ebben a pillanatban azt mondja Jézus, vajon tudsz-e újjászületni? Tudod-e a külsőséget levetni magadról? Tudod-e az emblémákat lekaparni önmagad életéről?
és tudsz-e újonnan született emberként csak Krisztusé lenni. Ez alatt, az ige alatt csak meghajolni lehet. És az az igazság, én azt gondoltam, hogy mindent tudok erről az igéről, mert már prédikáltam, mert már igét hirdettem róla. És mégis a mára való készülődésben annyi mély gondolatot, annyi mély érzést találtam, ahol talán úgy jöttem ide, hogy még néhány dologra talán én sem tudok igazán választ adni. De ott, ahol az ember megnémul, ott, ahol a 100%-osan hívő és tudós ember, aki tudja a másikról a véleményt elmondani, aki tudja, hogy te milyen életet élsz, és aki tudja, hogy ő milyen életet él, aki mindent tud a másikról, és talán el is tudja dönteni, ki a hívőbb, és ki a kevésbé hívőbb. Most Jézus Krisztus megsemmisít bennünket, és azt mondja, szükséges nektek újonnan születni. Hát nem elég egyszer megszületni? Nem elég egyszer megkeresztelkedni? Nem elég egyszer Jézus Krisztusé lenni? Hát nem ez egy elhatározás, ami egyszer kell megtörténjen, és aztán utána minden megy vígan tovább életünk végéig? Nem. A történet azt mondja, hogy nem. A több ezer évet felölelő zsidó hitben született Nikodémus most rádöbben arra, hogy neki újonnan kell születni. Rádöbben arra, hogy a dogmák mögött, a hit tanításai mögött talán csak a lelke nem változott még igazán meg, és éppen ezért rádöbben arra, hogy neki igen, szükséges újonnan születni. Még nem érti, csak a kérdés feltevésben el fogja mondani, Uram, hogyan születhet-e az ember ismételten? Vissza tud-e menni az anyja méhébe? És Jézus Krisztus ismételten megállítja, és azt mondja, ne beszélj. Mert aki nem víz és lélek születő, szerint születik újjá, az nem lehet az én követőm. Víz és lélek. Mindaz, ami velem született, emberi, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy víz, és mindaz, amit én adok neked hited által az újjászületéshez, a lélek, az is kell. És majd utána nyilván átteszi a hangsúlyt a lélekre, átteszi azokra az érzésekre, amit az Úristen szülhet meg bennünk, átteszi a hangsúlyt arra, hogy szükséges nektek a lélekben új dolgokat megszülni Jézus Krisztus igéje által. Egy csodálatos dolog történik ezzel az emberrel, még akkor is, ha azt mondtam, hogy egy pillanatra megszűnik Jézus Krisztus előtt nagy embernek lenni, és porrázűzza Jézus az ő indulatait. Egy nagyon érdekes és számomra nagyon szép dolog történik. Nikodémus elkezd kérdezgetni. Nikodémus elkezd Jézusra odafigyelni. Szeretném eszetekbe juttatni, az igehirdetés elején mondottam, Nikodémus úgy megy Jézus elé, hogy ő mindent tud. Mi tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, mi tudjuk, hogy csak így tudsz cselekedni, ha Isten fia vagy. És miután Jézus megmutatja önmaga igazságát, utána Nikodémus elkezdi feltenni a kérdéseket. Elkezd érdeklődni. Félreteszi a százados és ezer éves hitét. Félreteszi a megszokásokat. Félreteszi a rangját, ami talán látszik öltözetén és ruháján. Félreteszi családi múltját, amelyben talán le tudná írni és meg tudná mutatni, nem az utolsó vagyok a zsidók közül. És elkezd kérdezgetni Jézustól, Uram, hogyan lehet? Uram, ha megsemmisültem előtted, Uram, hogyan lehetek egy másik ember?
Azért hoztam példának, kedves testvéreim, és emeltem ki a történetből, hogy Nikodémus elkezd kérdezgetni, mert tudjátok, a kérdezgetéshez az kell, hogy az emberben legyen egy bizonyos fokú kíváncsiság és egy bizonyos fokú alázat. A mai ember nagyon sok esetben, s tisztelet a kivételnek, de sajnos önmagamat is oda kell sorolnom, úgy érzi, hogy mindent tud. És nem szeret kérdéseket feltenni, mert talán azzal kiderül, hogy bizonyos dolgokat nem megfelelőképpen tud. A mai ember nyakas. A mai ember erősnek akar tűnni. A mai ember úgy gondolja, jó úton jár. És nem kérdezi meg sem ettől, sem attól. És nem kérdezi meg sokszor Jézustól sem. Uram, jó az út és jó a lehetőség, amin járok. És nézzétek meg az a nagy ember, Nikodémus most, meghajolva az Úristen előtt, elkezdi feltenni a kérdéseket. Tegyük szívünkre a kezünket, bármilyen vallásból jöttünk, bárhonnan jöttetek, kedves testvéreim, mikor kérdezted meg legutóbb az Úrtól, hogy jó úton jársz-e? Mikor álltál meg előtte, s tetted fel a kérdést? Uram, jó vagyok én neked így? Uram, hát minden rendben van. Uram, a szokásaim, Uram, a hitéletem, Uram, a családi életem, Uram, mindazok a dolgok, amelyek körülöttem vannak, Uram, jól vannak-e így? Vagy fel sem teszem a kérdést, mert ez így kell jó legyen, mert ezt így találtam ki, mert ezre mások is rábólintanak, s mások is azt mondják, jól van így. Ó, milyen jó lenne sokszor megállani, és megkérdezni akár egy istentisztelet után magának, a lelki pásztornak. Uram, azt mondtam-e, amit te akartál? Ó, de jó lenne sokszor megállni a családapának és családanyának, aki keresztény közelben nevelik gyermekeiket, s megkérdezni. Uram, neked tetsző életet élünk? Ó, de jó lenne sokszor feltenni a gyülekezeteknek a kérdést önmagukban. Uram, jó úton járunk? Uram, vajon azt akarod, amit mi akarunk? Vagy a mi akaratunk nagyobbá lett a tiédnél is? Kedves testvéreim, szeretnék most már Nikodémus lenni. Szeretném most már felnyújtani a kezemet, és akár ebben a közösségben elmondani, megvallani személyesen, hitem által, töredelmes porrá lett lelkem által, amely sokszor nem tudja, mit és hogyan tegyen, amely nem tudja sokszor megfelelő-e Isten előtt vagy sem, szeretném megkérdezni tőle, Uram, jól van így, ahogy én teszem? Múlnak az évek, gyermekeink lassan felnőnek és kirepülnek, egyre jobban megcsontosodunk különféle szokásainkban, és még mindig nem jutottunk el oda, mint ahogy Nikodémus eljutott, hogy megkérdezze Jézustól, Uram, hogyan lehetne mindezt megtenni? Persze, Jézus Krisztus csodálatos képpen válaszol. Ami szép ebben a történetben, nem fog semmit a szemére olvasni. Nem mondja azt, hogy látod, te zsidó ember, milyen vallásod és hited van. Nem fogja azt mondani, látod te, aki olyan nagy tudósnak érzed magad, az éjszakában jöttél hozzám, mint a tolvajok. Nem mond semmit neki, nem akar szemére olvasni semmit, nem akarja megsérteni, hanem csak annyit mond. Úgy szerette Isten a világot, hogy ez egy egyszülött fiát adta mi nekünk. Jézus látja a megtérő ember életét.
és Jézusnak mindegy, hogy milyen vallásban és milyen hitben vagy. Mindegy, hogy milyen öreg és milyen fiatal vagy. Mindegy, hogy mennyire csontosodott meg látásod és hitvalló életed, nem érdekli és nem fogja szemedre hányni. Csak azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta mi életünk. Hallod? A világot szerette. Nem a hívőket és a még hívőbbeket. Nem a hangosan vagy éppen a halkan éneklőket. Nem a magasokat és nem a szőkéket. Nem az alacsonyakat és nem a barnákat. Nem a közelálló hozzá embereket, hanem azt mondja, az egész világot szerette. Bűneivel, hibáival, gyengeségével együtt, hogy az egész világnak az egyetlen fiát adta. Milyen szép ez az evangélium. Ott van az ember, akit Nikodémusnak hívnak, és szerintem most már másként is hívhatnák, mindegy, de tudom, Jézus érette is meghal majd. Jézus érette is feltámad majd, mert látja, hogy egy olyan gyermek, akinek kérdései vannak. Látja egy olyan ember, aki majóban meghajolt Isten előtt, és ebben a meghajlásban tud Istenhez közeledni. Jézus Krisztus szeretett mindenkit. A farizeusokat, a vámszedőket, a rómaiakat, és minden másfajta vallásot. Szereti a baptistát, a reformátust, az evangélium szerinti hívőket, és mindenkit szeret. Érthetetlen. Mert valóban mi sokszor be akarjuk skatolyázni emberi életünket. Mert valóban sokszor nagyobbaknak akarunk látszani, talán nagyobb lépéseket teszünk, hogy előrébb legyünk, vagy talán sokszor hátra maradunk, mert másfajta életet akarunk, és Jézus azt mondja, én mindenkit szeretek. És az egyetlen fiam, mondja Isten, Jézust adtam ti érettetek. Sokat kell még hallgassuk Isten igéjét, és sokat kell még nekem is készülődnem, hogy mindenkit egyformának lássak ebben az életben. Igen, talán mondhatnám azt, és hazudhatnám azt, hát én mindenkit egyformának látok, és mindenkit szeretek. Dehogy is. Mert az előítéletek, mert a nikodémusi rangok, mert a régi dolgok szerint döntünk nagyon sokszor emberi életünkben. És az az igazság, hogy Isten arra akarna megtanítani bennünket, hogy akár ebben a közösségben, akár ebben a világban, mind az ő megváltottai szerint éljünk. Kedves testvéreim, a történetet lehetne még tovább ragozni, és talán érdemes lenne, sajnos nincs rá lehetőségünk, hogy Nikodémus életét tovább kövessük. Nem tudom, hogy marad-e zsidó. Vagy majd ő lesz az első keresztények között. Nem tudom, hogy talán másfajta hite lesz, vagy talán még erősebb hitével egész családját megváltottként fog tekinteni rejá. Sajnos nem ír semmit a Szentírás. Itt lezárja a történetet, és Jézus majd tovább cselekszik, elhívja az első tanítványait. De tudjátok, szeretném hinni még akkor is, ha nem tudom, hogyan folytatódik a történet, és nem tudom, hogy hogyan folytatódik az életem, én nagyon szeretnék egy ilyen találkozást Jézussal. Én nagyon szeretnék, akár éjszaka, akár a világosban, megállni előtte. Nagyon szeretnék szótlanul maradni, megnémulni, mert nem tudok már mit mondani Jézus bölcsességével szemben.
és nagyon szeretném ezt a fajta alázatot megtanulni, amire Jézus Krisztus megtanítja Nikodémust. Hogy mi lesz holnap, azt nem tudom. És úgy, ahogy a történet további részében nem tudom tovább göngyölíteni az eseményeket, mert csak fikcióvá válik. Úgy, kedves testvéreim, csak annyit hiszek, hogy ez a kiemelt ígem, amely itt van a Szentírásban, az majd meg fog szólítani engem sokszor, százszor és ezerszer. Mert úgy szerette Isten a világot, engem és téged, mindenkit, hogy az ő egyszülött fiát adta mi érettünk. Adja az Úristen, hogy ilyen találkozásatok legyen az Istennel. Adja az Úristen, hogy így álljatok meg előttem. Adja az Úristen, hogy ugyanúgy némuljatok meg egy pillanatra, és nyilván ez egy jó akaratú kívánság. És adja az Úristen, hogy a kérdés feltevések után tud elmondani: jövel, Uram, mert én teljesen a tiéd vagyok. Nikodémus történetán lehetne a mai ember története is. Lehetne az én és a te történeted is. Nem tudom, hogy megtörtént-e már, de siess. Mert Jézus talán itt a környéken van. Mert talán meg tudod keresni, és mert talán a te életed is meg tud változni. Ebben segítsen engem, titeket, benneteket, az egész kémeri közösséget, az Úristen.